A kormány június végén engedélyezte a közművelődési intézmények újranyitását, melynek következtében a Vigyázó Sándor Művelődési Központ és tagintézményei ismét megkezdhették működésüket. A létesítményben a kényszerszünet ideje alatt karbantartási és felújítási munkálatokat is elvégeztek, a nyári hónapok során pedig a tanfolyami foglalkozások, valamint az idénytáborok megszervezése jelenti majd a legfőbb feladatot. Több mint három hónap elteltével június végén ismét megnyitotta kapuit a Vigyázó Sándor Művelődési Központ. Klein Marianna, az intézmény vezetője elmondta, hogy a járványügyi veszélyhelyzet ideje alatt az egyik legfontosabb feladatuk az őszi évad átszervezése volt. Emellett május óta zajlottak az újranyitást célzó előkészítési folyamatok is. Májusban, május végén mi már elkezdtünk úgy visszajárni, a kollégákról beszélek, hogy előkészítsük ugye az intézményi nyitást. Június 1-től már csak intézményben dolgoztunk, tehát a home office munkánk megszűnt, és hát ahogy vártuk, június végén megkaptuk a rendeleti engedélyt, hogy ismét nyithatnak a közművelődési intézmények, és attól fogva azonnal rákészültünk arra, hogy a tanfolyami csoportjainkat, azokat a klubokat, közösségeket fogadjuk, akik már is hajlandóak és tudnak visszatérni hozzá. A tanfolyamok mellett a hagyományosnak számító nyári táborokat is megtartják. Ezek megrendezése már szintén nyitva lévő kerületrészi tagintézményeket egyaránt érintik. Az egyik fő feladatunk a nyári gyerektáborok, a napközis táborok, amik egyébként minden évben nagyon népszerűek. Ugye az intézményhálózat különböző épületeiben tartunk, vagy vezetünk, vagy fogadunk be nyári táborokat. Így lesz ez most is, tehát az Erdősrönében, a Rákoshegyi Közösségi Házban, Rákoskerti Művelési Házban és a Csekovszki Művelési Házban, illetve itt a Vigyázó Sándor Művelési Központban is indulnak nyári táborok július-augusztus hónapban, amit azt gondolom nagy segítség a szülőknek és gyerekeknek is, hogy valamiféle programmal várjuk őket. Úgyhogy a nyárnak tulajdonképpen a közösségi formálás mellett a másik nagy feladata a nyári táborok megvalósítása. Az igazgató asszony utalt rá, hogy a júliusban esedékes nyári leállás ezúttal elmarad. Az aktuális karbantartási tevékenységek azonban az elmúlt hónapok folyamán megtörténtek. Minden évben, amikor van ez a nyári leállás bezárás, akkor szoktuk azokat a kisebb karbantartási munkálatokat elvégezni, amelyek a kollégák, tehát a saját kollégáink végeznek el, ezek a kisebb festések, megjavítása bizonyos eszközöknek, de emellett ezt most szokás szerint elvégeztük, emellett azért mégiscsak volt itt a Vigyázó Sándor Művelődési Központban is egy jelentősebb felújítás, ez pedig a mosdóknak a teljes felújítása, megújultak, úgyhogy valóban nagyon szép, megújult formában tudjuk a látogatókat fogadni. A vonatkozó munkálatok keretében a Rákoscsabai Közösségi Házban korszerűsítették az áramellátást, valamint újra festették a falakat. A fejlesztés a közelmúltban fejeződött be, így a létesítmény teljes megnyitása még későbbre várható. Augusztus 15-ét követően a létszámkorlátozás feloldása megengedi a helyi Szent István napi rendezvény megtartását, mely az idei esztendőben a tervek szerint két helyszínen, a hamarosan átadásra kerülő csúszdapark és helytörténeti sétány területén, valamint a művelődési központ előtti parkban kerül megrendezésre.